A Kukorica Fesztivál keretében meghirdetett képzőművészeti pályázatra beérkező munkák kiállításával és fényképkiállítással kezdődött az esemény péntek este. Emellett színpadra lépett a magyarországi Talléros Együttes. Az ünnepélyes megnyitón a néptáncsoportok énekelve és táncolva vonultak fel a városban. A kilátogatókat emellett számos program várta, többek között kirakodó vásár kukoricából készült ételek, a legkisebbeket pedig kukoricás játékok. A kukoricaszemek válogatásán, hogy ki kellett választani több ilyen kis kaják közül, hogy melyik a kukorica. A pattogatott kukoricafűzér készítése, hogy ki tud legtöbb kukoricát feltenni a fűzérre. A csutkavár építése, hogy csutkával kellett várat építeni. A libatömés, meg hogy ki tud a legtöbbet a liba szájába beletenni. A martonosi Zvara Edit csuhéból készült dísz és használati tárgyakat árul a fesztiválon. Itt minden megtalálható, edény alátétű, akkor kenyeres kosár, ovális kosár, kis szakajtó. Na, kinek mire van szüksége? Az eseményen hazai és külföldi zenekarok is felléptek, de hagyományos és reform görhét is ütöttek. Én úgy gondolom, hogy közkedvelt, és nekünk fontos, az Egyesületnek, a Tisza Néptánc Egyesületnek nagyon fontos, családoknak fontos, azoknak az embereknek, akik hozzátesznek egy kicsit, nem csak a gyerekeket hozzá kell, hanem fölépítik, megszervezik a fesztivált. A hétvégén még számos színes programmal várják az érdeklődőket, az esemény vasárnap a Cécó Banda népzenei koncertjével zárul.